bizalommal kapcsolatban. Hadd folytassam ugye azt a tanítást, ami a bizalommal kapcsolatos. És eljutottunk oda, hogy ugye arról beszéltem, hogy van egy pont, ahová a hit, tehát ameddig a hit fegyvere működik, és utána ahhoz, hogy tovább menjél azon a ponton, nagyon fontos a bizalom. Hogy egy új szintre tudjon jutni az embernek az élete, és kérlek, hogy itt pedig a 44. Zsoltárhoz nyissátok ki a Bibliátokat, és innen a 6. verszaktól olvasom fel Isten igéjét. Azt mondja itt Isten igéje: általad verjük le szorongatóinkat. Ha van szorongatód, ha van az életedben olyan erő, hatalom, ami megjelent, hogy szorongasson, megnyomorítson, bánatot okozzon, azt mondja, általad, tehát te is kell lesz hozzá. Isten nem rajtad kívül fog munkálkodni abban a helyzetben. Most értettem meg úgy egy igét, hogy azt mondja Isten igéje, hogy akik hisznek bennem, én bennem, azokat ilyen jelek fogják követni. És ugye az egyik jel az, hogy új nyelveken fognak szólni. És amikor elkezdesz nyelveken imádkozni, tehát nem Isten fog nyelveken imádkozni, mert arra várhatsz. És Isten meg vár rád. És közben nincs nyelveken imádkozás, mert te várod, hogy Isten majd imádkozik, de Isten nem fog imádkozni, mert ő azt mondta, hogy azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik, új nyelveken szólnak. Tehát neked kell új nyelveken szólnod ahhoz, hogy Isten szelleme rajtad keresztül munkálkodjon. Ha te nem szólsz új nyelveken, Isten helyetted nem fog új nyelveken szólni. Érthető? De várjál egy kicsit. Ha ez igaz, már pedig igaz, akkor viszont a hívők betegekre teszik a kezüket, és meggyógyulnak azok, akik ráteszik a kezüket. Tehát akkor neked kell rátenned a kezedet, ahogy a nyelveken szólásnál neked kell nyelveken szólnod ahhoz. Nem Isten fog rajtad keresztül, ha te vársz Istenre, majd amikor érzem, hogy felindít a Szent Szellem, hogy nyelveken imádkozok. Neked nem kell érezned, hogy felindítson a Szent Szellem, hogy nyelveken imádkozzál. Az egy döntés kérdése, azaz ez egy akarati kérdés, hogy leülök és nyelveken imádkozok. Ha csinálod, akkor betöltöd az igét. Ha nem csinálod, kimaradsz valamiből. De hát ugyanígy van a démonűzés, ugyanígy van a betegek gyógyulása, hogy azt neked kell csinálnod, azt nem Isten fogja csinálni. Ő akkor fogja a maga részét megtenni, ha te megtetted a te részedet ebbe. Démonűzésnél is így van, és a betegek gyógyításánál is így van. És azt mondja itt, általad verjük le a szorongatóinkat. Tehát nem leülünk, és akkor nem csinálunk semmit, hanem tesszük a dolgunkat, de Isten beavatkozik abba a folyamatba. És azt mondja, a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. Tehát vannak támadók, vannak ellenségek. És azt mondja a Zsoltáros, hogy a támadóinkat, a támadóinkkal szemben Istennek a neve, az egy olyan fegyver, ami letapodjuk őket. Miért? Mert Isten a lábaink alá veti az ördögöt, hogy megtaposuk kígyókon, skorpiókon tapostok. Ezt mondja Isten igéje. Ez a szellemi hatalmad. Hallod, a megtérés ezt is jelenti, hogy beléptél, beálltál egy szellemi hatalomba. Az, aki befogadta Jézus Krisztust,
hatalmat kapott. Hatalmad van, hatalmat kaptál, és ezt a hatalmat használnod kell. És ha használod a hatalmat, akkor fogod megtapasztalni a győzelmet az életedben. Tehát ezt neked kell kimondanod. Neked kell akkor is, hogyha úgy látod, nem működik, akkor is, hogyha te úgy látod, hogy ez nem értesz, akkor is úgy van, tehát neked kell, hogyha azt mondod, hogy kicsi vagyok ehhez, akkor is neked kell az Úrnak a nevét felvenned a szádra, és neked kell kimondani ezt a nevet, hogy megtaposd az ellenséget. 7. verszak. Mert nem az én ívemben bízom. A kardom sem védelmez meg engem. De nézzétek meg, nem azt csináltak, hogy nincs ívem és nincs kardom. Tehát nem szuperszellemi volt. Nem azt mondta, hogy akkor velem van az Úr, nem kell nekem se íj, se kard. Hanem ezekre mind szükségem van. Minden természetes dologra szükségem van, viszont nem ebben bízom. Oké? Mert a szuperszellemiek azt csinálják, hogy akkor nem kell ez, nem kell az, nekem csak az Úr van. És a csónakba nem száll be az árvíz idejében. Tudjátok azt a viccet a karizmatikus keresztényről. És ha felmegy az árvíz idejében, fönn van a háztetőn, és jönnek érte helikopterrel, mentőcsónakkal, mindennel, és ő mindig azt válaszolja, hogy engem az Úr megszabadít. És a végén megfullad, és felmegy az Úrhoz, és azt mondja, de Uram, nem szabadítottál, mert pedig hittem, tehát ember, küldtem neked mentőt, küldtem neked helikoptert, küldtem neked csónakot, és nem szálltál be. Tehát ugyanígy van, hogy a természetes dolgokat is ott vannak a kezünk ügyében, és ezek, de nem ezekben bízunk, hanem ezek által Istennek a szabadítása be tud jönni az életünkben. Azt mondja, hanem te szabadítasz meg minket a szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyenítetted meg. Tehát látod, ahogy Dávidnak a kövei, az, hogy összegyűjtött köveket, az, hogy vitt egy parittyát magával, vitt 5 követ, amit ő tudott megtenni ebben az egészben, ő annyit tudott megcsinálni. És Isten felhasználta, nem az 5 kő, tehát természetes esetben nem nem a kövecskék fogják legyőzni a Góliátot, hanem az, aki ott van veled, az győzi le a te Góliátodat. De ez kellenek a te kövecskéid. Kellenek, hogy összegyűjts a patakból köveket, hogy a Szent Szellem fel tudja használni azokat az eszközöket, azokat az igéket, amiket oda adott neked. Hanem te szabadítasz meg minket a szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyenítetted meg. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk a nevedet. Hald, aki bízik az Úrban, az tud énekelni. Aki bízik az Úrban, az mindig énekel. Aki bízik az Úrban, az dicséri az Urat, az magasztalja az Urat, az teljesen átadja magát a dicséretnek. Tudd meg, a dicséretben nagyon nagy szabadító erő van. Az Isten dicsérete, ahogy az ember dicséri az Urat, Isten a szellemi erőket a magasságban elkezd lerombolni, megkötözni az ember életében. Ne hagyd abba a dicséretet az életedbe. Az énekeljél otthon, autóban, gyülekezetben, amikor dicséret van. Add át magadat a dicséretre, mert a bizalom, a szabadulás és a dicséret az összefügg. 33. Zsoltár. Itt is erről van szó. Sőt, itt még beenged egy olyan területre az Isten igéje, amikor a kegyelemmel kiderül, hogy hogyan növekszik kegyelem az embernek az életében. Ugye, mert azt olvassuk a János evangéliumában, hogy amikor Jézus Krisztus eljött, akkor mit tudunk kegyelmet venni kegyelemre. Mit jelent az, hogy kegyelmet veszek? Az, hogy Istennek a jó indulatát, Isten jó indulata árad rám. Végülis ez a kegyelem, hogy jó indulata, Istennek a jó indulatával találkozom. Nem Isten haragjával találkozok, hanem Istennek a jó indulatával, Istennek a kivételezésével találkozok. Szeretnék
szeretném megtapasztalni, hogy Isten kivételezik velem. Hát ő az Isten. Hát a többiek ezen kiakadnak, hadd akadjanak ki. Hát ahogy elmentek a munkások, ugye, akik reggel 6-tól beálltak dolgozni, és napi bérbe megegyeztek, és elmentek a 11 órásak, és csak egy órát dolgoztak, és megkapták azt a napi bért, amit azoknak is meg lett ígérve, akik 6 órától dolgoztak. És elkezdtek háborogni, akkor azt mondta neki az úr, de hát én nem tehetem azt az enyémmel, amit akarok. Hát azt csinálsz a tieddel, amit te, az a tied. Az a te anyagi életed, az a tied. Azt csinálsz azzal, amit akarsz. És ha ő azt mondja, hogy a 11 órásnak akar adni annyit, mint annak, aki 6 órától dolgozik a tűző napon keresztül, azt csinál, amit akar. És ha te 11 órásnak vagy elhívva, akkor, és ha ő akar adni ugyanazt a napi bért, hát ki az a... Tehát, érted? Ki az a hülye, aki visszautasítja? Miért te azt mondod a napi bér után, hogy te csak egy órát mentél dolgozni, és azt mondod, nem kell az a 30 ezer forint? Neked osszá kell a napi bért, és te meg vagy elégedve 3 ezer forinttal. Mert ez ilyen. Hát ha ő akar adni 30 ezret napi bérre, egy órára, az jó, szép órabér. Kívánom neked az életedbe, ilyen órabéreid legyenek. Azt mondja, itt a 33. Zsoltárban, 13. verszaktól, az égből letekint az Úr. Tehát most is letekint az Úr az égből. És azt mondja, látja az emberek minden fiát. Tehát téged is lát. És azt mondja, székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Mindenkit Isten lát. Ő alkotta mindnyájuk szívét. Hallod, a szíved a lényeg. A szíved a lényeg. Hogy milyen a szíved. Istent nem az érdekli, mi van az agyadban. Isten azt hallgatja meg, amikor a szívedből imádkozol. Nem azt, amit az agyadból. Oké? Tehát amikor Mózes imádkozott, és azt mondta a Mirjámnak, hogy Uram, gyógyítsd meg őt, ez a szívéből fakadt. Amikor a vak ember oda kiáltott Jézusnak Jerikónál, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor a szívéből nem olvasta az igét, hogy neki most ezt kell csinálnia, hogy meghallgassa az Úr. Ő a szívéből kiáltott, és velünk tudod, milyen sokszor a gond? Hogy mi elolvassuk az igét, felhalmozódik egy tudás a fejünkbe, és a tudás alapján értelmileg csinálunk valamit. Na, az nem működik. Hallod? Az nem működik. Azért, mert Isten a szívet vizsgálja. A szívét nézi meg az embernek. Ha az a tudás, amit az igéből, tehát az Isten igéjéből bejött, és az lement a szívedbe, az működni fog. De ami a fejnél van, és fejből hozol, például mondjuk azt mondja az ember, hogy most csak mondtam egy példát, hogy mondjuk az van az emberben, hogy de hát itt van az igében, és ezért így fogok csinálni valamit, mert az igébe így van benne, és ez csak a fejébe van, és megteszi, és csodálkozik, hogy de hát miért nincs változás? Hát azért, mert a fejed döntötte el, hogy azt csinálod. Isten a szíveknek a vizsgálója. Isten a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Ő nem azt nézi, mi van a fejedben. Ő azt nézi, mi van a szívedben. És a szívedből fakadóan teszel valamit, na ő azt értékeli. Nem a fejedből, nem a szívedből. Mert a fejedben van érdekek alapján tud csinálni az ember dolgokat.
És az érdekek tudják vezetni a fejét. De a szívet az nem. A szív, és tudod, hogy milyen az embernek a szíve? Nagyon egyszerű. Amilyen otthon vagy. Hát nem amilyen itt vagy. Itt látom szépen leültök, minden a legnagyobb rendben van. Jó fiúk vagyunk, mindent jól csinálunk, kifésüljük magunkat, felöltözünk, minden a legnagyobb rendben van. De ez nem az. Miért nem az? Mert itt megfelel az ember valaminek. A munkahelyen megfelelsz valaminek. A baráti társaságban megfelelsz valaminek. Az nem te vagy. Valaminek megfelelsz, mert tudod, hogy egy érdek is van ebben, mert szeretnéd megtartani a barátságot, akkor meg kell felelni annak a valaminek. De a munkahelyen is olyan ez van, hogy a munkatársi kapcsolat meg kell felelni valaminek. Az iskolába is meg kell felelni valaminek. Érted? De, mert tehát ott nem vagy biztonságban. Ahol biztonságban van, az a családod. Mert tudod, hogy akármit csinálsz, az a családod. Azt nem fognak kirakni, nem fognak, nem tudom mit csinálni veled. Ott biztonságban vagy. Na és ott, az otthonodban, amilyen vagy, az a szíved. Az az igazi. De ez azért jó így, tehát meglátni, mert akkor tudod meg, hogy ki vagy. Mert ha otthon üvöltözöl, akkor ez vagy. Egy percét nem fogsz üvöltözni, mert lehet, hogy az egyik biztonság is jön, és lekapcsol. Meg különben is mit szólnának, ha így látnának a barátok, a testvérek, akik nem is feltételezik rólam, hogy így viselkedek. Nem? Tehát az már egy szerep. De ne érts félre, tehát nyilván az ember tehát viselkedik, de a viselkedés az egy tanult, tehát egy normához való tanult magatartás. Az nem te vagy. Érted? Az egy érdek, hogy el tudjanak fogadni. De az egy veszélyeztetett állandóan a gyülekezetbe, a baráti társaságban, máshol, mert tudod, hogy ha ők ismernének így, ahogy otthon vagyok, akkor lehet, nem is barátkoznának velem. Lehet, hogy nem is járhatnék gyülekezetbe se. De tudod azt, hogy a családba, a feleségeddel szövetséget kötöttél, ha akarja, ha nem, mert ilyen vagy. Gyerek, ha akar, ha nem, ilyen, mert nem fognak kitagadni, az a családod. Na és ott a biztonságban az jön ki belőled, hogy mi van a szívedben. És Isten a szíveket nézi. És az azért mondom, hogy ne csapd be magadat. Nem azért mondom, hogy megszégyenülj, hanem azért, hogy az ember tisztában legyen, ja jó, ez vagyok én. Nem a szerep, a társadalmi szerep vagy te, hanem az, aki, amikor kiengedsz. Tehát akkor a lelked kienged a mindenféle normál elvárásoktól. Az vagy te igazából. Az összes többi az egy érdek. Tehát úgy érdek, hogy figyelsz, hogy kivel, hogy, mit, mennyit, és a többi, és a többi. Azért, mert nyilván ebből valami hasznod van. Tehát most úgy értem a hasznot, hogy nem pénzbe értem ezt, hanem kapcsolat, ez az amaz, munka, vagy bármi, ami az embernek az életét előre tudja vinni. Nagy a csönd. Ki vagy te? Na, ki vagy? Mert Isten a szíveket nézi.
Érted? Ő nem arra kíváncsi, hogy hogyan csináljuk így, tehát amikor a norma van elvárva tőlünk. Ez nem érdekli őt. Őt az érdekli, mi van a szívünkbe. Ő mindig a szívet nézi. És hallod, úgy fognak működni a dolgok, ami a szívedben vagy. És ezért jó az, hogy az ember ne csapja, én azért mondom ezt, hogy ne csap be magadat. Mert Isten a szíved alapján áld meg. És lehet, hogy van, ne érts félre, van olyan, hogy nem jó dolgok vannak az ember szívében. De legalább legyél tisztába vele. Pont valakivel beszélgettem, és pont ugye azt is beszéltük, hogy ugye ez volt a lényege, hogy ezért hallgatta meg Isten például Péter apostolt. Hát Péter apostol, hát egy olyan ember volt, hogy egyszer lent, egyszer fönt. Egyszer odáig el volt, hogy ő meghal Jézusért, egyszer háromszor megtagadja. Egyszer úgy van vele, hogy a Szent Szellem által kimond óriási dolgokat, következően meg a sátán szól rajta keresztül. Egyszer kiszáll a vízre, a csónakból, és jár a vizen, utána meg sátort akar építeni, hogy állandó helyen maradni a dicsőségbe. Tehát egy csomó minden történik Péterrel, de nézd meg Péternek a szívét. Hát mondhatjuk azt, hogy Péter apostol azért eléggé nád szál ember volt, fújt a szél, ha jó szél fújt, jól ingott, ha nem jó szél fújt, rosszul ingott. És figyelj Péter apostolt, oda megy Jézushoz. Vagyis amikor újra találkozik Jézussal, akkor ha megnézed, Jézus feltesz neki egy kérdést, vagyis három kérdést tesz föl. Azt mondja, Péter, szeretsz engem? És Péter kiakad. És azt mondja, megnézi a szívét, mert a szív az olyan, hogy meg tudod vizsgálni a szívedet. Mert a szellemednek van képessége hozzá, hogy megvizsgáld a szívedet. Van szellemed, működik a szellemed, élő szellemed van. És azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az embernek a szelleme az egy világító szövétnek, tehát az egy fényforrás, ami bevilágít az embernek a szívébe, a rejtett zugokba is be tud világítani az ember szelleme. És ha szellemi ember vagy, és erős a szellemed, és például az új a nyelveken szólás által erősíted a szellemedet, tehát, hogy intuitív ember vagy, tehát nem az agyad irányít csak, hanem az meg a természetes vágyaid, tehát a test, hanem tehát a szellemed olyan erős, hogy intuitíven tud reagálni az életedbe, akkor a szellemed fel tudja fogni a szívednek az állapotát. És rájössz arra, hogy mi van a szívedben. Mert a szellemed, mint egy fényforrás, bevilágít ebbe. És mert a szellemedben világosság kell, hogy legyen. Az életnek a világossága, a Krisztus. És ezt lehet erősíteni, lehet után tölteni a szellemedet. Olyan, mint egy lámpás a szellemed. A szellemedben van olaj, tehát az egy tartály is, van benne olaj, és van benne szövétnek. És az Úr meggyújtja a szövét nekedet. A kijelentés szellem által meggyújtja a szövét nekedet. És akkor meggyújtja a szövét nekedet, kapsz egy látást. Ezért mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy azért imádkozom, hogy a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét adja nektek az Úr, azért, hogy lássatok, megnyíljon a szellemeteknek a szemei, a szíveteknek a szeme megnyíljon, és akkor megnyílik a szívetek szem, akkor látni fogtok. Tehát a kijelentés szelleme gyújtja meg, ad egy szikrát a szellemünknek. És ha van benne olaj, hallod? Nem kiszáradt, nem egy... Most gondold el, hogy van egy lámpás, amiben nincs olaj, csak a szövétnek. Azt hiába gyújtogatod. Az olyan, mint amikor a gázrezson a szikráztatod. Van keresztény, akinek ilyen, ez a szellemi élete. Ebből áll a szellemi élete.
Jön a Szent Szellem, oda tudna jönni, de nincs olaj. Nem tud meggyújtani, nem tudja, mert nincs mit meggyújtani. Ezért kell betöltekezni Szent Szellemmel. És van, akinek már úgy elfogyott az olaj, hogy azt se tudja, mit csináljon. Hogy töltse föl az olaját. És Isten azt akar, hogy vegyél olajat. Hallod, most lehetőséged van olajat venni. Most lehet, nem csak nézni ide, hanem olajat venni. Hát ez a lényege. Hát a Szent Szellem nélkül te mit akarsz keresztény lenni? Szent Szellem nélkül mit akarsz egyáltalán? Minden. Az Isten, hát ezért küldte Jézus, azt mondja Jézus, jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert nem jön el hozzátok a vigasztaló. Szent Szellem nélkül nem tudsz mit csinálni. Csak Isten szellemével tudsz. Venned kell Isten szellemét. Hogy jöjjön Isten szelleme az életedre. És utána a kijelentés szelleme begyújtja. Vedd föl nyugodtan. Rakjátok ki nagyobb ábrával azt, hogy nem lehet telefonálgatni Isten tisztelet közben. De begyújtja a szellemedet. És mit csinál a szellemed? Világosságot kap. És amikor világosságot kap a szellemed, látja a szívet. Érted? És Isten ezt akar, hogy lásd meg a szívedet. Milyen a szíved? Mi van benne a szívedben? Na, és akkor elszörnyölködsz, akkor jó helyen vagy. Amikor az ember meglátja a szívének a tartalmát, akkor úgy van vele, Uram, te tudod, amit Péter apostol mondott az Úrnak. Tudod, amikor mondja, Uram, én kész vagyok veled meghalni. Nem ismerte a saját szívét. Jézus ránézett, nem csak a fizikai, a bőrét látta Péter apostolnak, a szakállát, meg ilyeneket, látta a szívét. Megnézte a szívét. Ja, Péter, tudod, mi lesz, amikor holnap hajnalban megszólal a kakas? Meg fogsz tagadni háromszor. Én, dehogy is! Látod? Hogy ő nem tudta a szívét. Nem ismerte a saját szívét. És amikor megtagadta, és Jézus hátrafordult, és Péternek az utolsó, tehát találkozása Jézussal ebben a jelenetben végződik, hogy ránézett Jézus, amikor megszólalt a kakas, akkor tudta, hogy elásta magát egy életre. Vége. Gondoljátok el, hogy leizzadt, amikor egyik pár nappal később egyik hajnalba haláztak, és egyszer csak megszólalt az egyik apostol társa. Az ott az Úr! A parton! Péter! Oh, most mi lesz? És hát szembe kellett néznie. Vannak kellemetlen pillanatok az ember életében. Ne menekülj el a kellemetlen pillanatoktól. Legyél férfi. Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor kellemetlen helyzeteket is át kell mennie. Amire azt mondod, hogy semmi kedvem hozzá. Na és Péter bevállalta. Oda ment Jézushoz. Jézus mondta neki, na mi újság, Péter? Szeretsz engem? Péter akarta a fejét. Azta! Ugye eredeti görögben jön ki tehát a párbeszédnek a lényege, mert ugye magyarul csak az, hogy szeretsz engem? Hát, Uram, tudod, hogy szeretlek. És akkor másodszor meg, szeretsz engem? És te
tudod, hogy szeretlek. De az eredeti párbeszéd az így zajlik, hogy Péter, te agapé szeretettel szeretsz? Ami mindent odaad és mindent feláldoz? És Péter szembesült, mert ugye a cselekedeteket, ha megnézi az ember, hogy miket csinál, az az ő szíve, az a szívének az állapota, és szembesült, hogy hát a cselekedetei nem ezt mutatják. És azt mondja neki, hogy hát Uram, te tudod, hogy kedvellek téged. Mert ez a válasz, fileóval szeretlek, tehát kedvellek téged. És akkor Jézus megint megkérdezi, Péter, te agapéval szeretsz? Ja, erre mi Jézusnak a válasza? Nézd meg az őszinte embereket. Tehát őszinte, de tehát nem tökéletes, hibás, rosszul csinál dolgokat, de őszinte emberekhez mi Jézusnak a reagálása. Uram, te tudod, hogy csak fileóval kedvellek téged. Nem baj, Péter, legeltesd az én juhaimat. Gondold el, átadja az egyház vezetését Péternek, érted? Aki nem tökéletes, de mégis szívből, tehát ismeri, felismeri a szívét, és a szívét mondja el őszintén, hogy Uram, hát ez van. És erre azt mondja neki, legeltesd a juhaimat. És még egyszer elismét, és megint azt mondja neki, hogy legeltesd a juhaimat. És amikor harmadszorra megkérdezi, akkor viszont harmadszorra azt kérdezi meg, hogy Péter, te kedvelsz engem? Ez a harmadik. És azt mondja, Péter megszomorodott, hogy Jézus harmadszorra azt kérdezte tőle, hogy kedvelsz engem. Mert addig mindig azt kérdezte, hogy agapéval szeretsz-e. És azt mondja neki, hát Uram, te mindent tudsz. Mindent tudsz. Te tudod, hogy kedvellek téged. Nem baj, Péter, legeltesd a juhaimat. És azt mondja, majd amikor öreg leszel, akkor majd ezt az agapé szeretetet fogod megmutatni, ahogy oda visznek, ahová nem akarsz menni, de mégis fel fogod áldozni az életedet, én értem, mert akkor majd el fogsz jutni ez az agapé szeretethez. Látod, Jézus meg Isten nem tökéletes embereket vár, őszinte embereket vár. És ez a leglényegesebb, hogy őszinte legyél. És ha a szellemed működik, akkor a szívedet észre tudod venni, és tisztába vagy magaddal. És mondom, ez a húzós, amikor tisztába kerülsz magaddal, akkor jössz rá, hogy milyen ember vagy. És hogy tud egy ilyen embert szeretni az Úr? És az alázatra tanítja az embert azért. Nem? Tehát a szívet nézi. Isten mindig a szívedre kíváncsi. Nem az agyadra, nem hogy a viselkedésedre, a normákra, a társadalmi normákra. Ő azt akar, hogy szívember legyél. Mert ez a lényeg, ami a szívedben van. És akkor úgy folytatja itt a Zsoltáros, hogy azt mondja, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel. Tehát van nagy serege, de nem attól szabadul meg. Nagy erejével sem ment meg. Tehát a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban. Nagy erejével sem ment meg. Tehát mit mond? Hogy megvannak a fizikai, tehát minden biztosítva van, tehát természetes dolgokkal is, de nem ezek szabadítanak meg téged, hanem az Úr ezeken a dolgokon keresztül szabadít meg. Van ilyen? És azt mondja, ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat. Tehát Istennek a kegyelmében bízzál. Az ő jó indulatán bízzál,
hogy kimentse lelküket a halálból, és az égségben is eltartsa őket. És erre mi a válasz? Tehát amikor ez a bizalom létrejön az emberben, hogy Isten kegyelmében tud bízni, nem a maga erejében, nem az ő maga hősében, nem az ő nagy seregében, nem a lovában, meg ilyen dolgokban, hanem azt mondja, lelkünk az Urat várja. Tehát nem tudod megspórolni a várakozást. Kellemetlen a várakozás, nehéz időszak a várakozás, de a bizalomban benne van, hogy várakozni tudni kell. És pláne ebben a világban, amilyen iszonyú gyorsan pörgeti az információkat, a dolgokat, sietteti az embert, hogy hozzál, most azonnal dönts, most azonnal csinálj valamit, most azonnal legyél benne dolgokba. Itt azt mondja, nem, hanem a bizalomban az van benne, hogy lelkünk az Urat várja.